Ez a gyerekeket szállító iskola busz és egy munkásokat szállító mikrobusz ütközött csütörtök délután Nagykáló és Geszterét között. Ezen az útszakaszon a rendőrség tájékoztatása szerint legfeljebb 90-nel lehet haladni, azonban esős időben a csúszós utakon javasolt maximum 60-nal menni. Így akár a tegnapi időjárás is befolyásolhatta a balesetet. A helyszínről 9 mentőautóval és 2 mentőhelikopterrel szállították el a sebesülteket. A balesetben 2 meghaltak, valamint 2 súlyos fejsérülés szenvedett utast a miskolci és a debreceni kórházba szállítottak. Rajtuk kívül még 24-en megsérültek. Egy Érpata irányából Ludastúl felé közlekedő mikrobusz sofőrje eddig tisztázatlan körülmények között frontálisan ütközött egy Biriből hazafelé tartó is gyerekeket szállító autóbusszal. A baleset következtében a mikrobusz sofőrje, valamint egyik utasa a helyszínen életét vesztette. Rajtuk kívül többen megsérültek, köztük gyerekek is. A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit. A buszban ülő diákok egyike sem volt bekötve. Több buszbérlő társaságot is próbáltunk a nap folyamán elérni, hogy elmondják, milyen szabályok érvényesek a biztonsági öv használatára a buszokon, azonban senki nem vállalta a nyilatkozatot. Azt azonban telefonon elmondták, hogy a régi buszok, mint amilyen ez is, egyáltalán nincsenek biztonsági övvel felszerelve, csak a legújabb buszokon tudják néhányan bekötni magukat utazás közben.